A teketőnézek is itt a világ első talán notebookját látjuk, amit rá lehet dugni egy water cooling-ra, vagyis vízhűtéssel lehet ezt használni, és ez kell is, mivel benne egy rendes GTX 980 benne, itt fent le tudjuk olvasni, nem egy M processzor, vagyis tényleg a desktop számítógépből a GPU van itt benne, amit 64 giga RAM-mal itt tudjuk például használni, és egy i7-es 6800-720 HK processzorra Intel-től, ami azt jelenti, hogy nagyon szépen lehet majd ezen játszani. 80% extra performance-et, vagyis sebességet kapunk, hogyha majd erre rádokkoljuk. Ez itt a Compact Water Cooling rendszer, itt így lehet rádokkolni, ezt lenyomjuk, itt kijönnek ezek a dolgok, itt kap majd áramot középen, és itt jön majd ki is be a megfelelő segítség, és ezt is itt majd még le kell nyomni annak megfelelően, hogy ezt itt rá lehessen dugni. Nézd meg a notebookot, egy kicsit GX 700 a neve a Republic of Gamers sorozatból, ami egy kicsit vékonyabb, mint a G752 pont azért, mert ugye benne egy rendes GTX van, nem csak egy M. Itt látjuk, hogy néhány ki is bemenet, ezeket most nem is kell felolvasnom, látjuk, hogy az USB Type-C is már nem rossz benne. Ha megfordítjuk kicsit kívülről, látjuk majd, hogy itt is persze kicsit világít, nagyon jól néz ki, fémből van a ház, eléggé nehéz, és itt hátul látjuk majd, hogy most bevonulva az áramba simán, és itt dokkolna majd igazából a készlék, de persze dok nélkül is lehet itt használni ezt a nagyon szép, olyan 3-4 kilós nehéz kis notebookot, ami amúgy olyan 4000 dollár körül lesz majd kapható. Itt látjuk majd a további kis bementeket, mint az SD kártyolvasó, további USB-k, és egy Kensington is, hogy persze majd ne lopják el. És különben hát most játszani ezzel nem fogok, de remélem majd kapok egy ilyet tesztre, és akkor majd szívesen mutatok erről be nektek többet is, mivel ez egy nagyon érdekes szerintem kis készlék, főleg így dokkal, hogy lehet rendesen majd ezzel én nekem például 4K videókat vágni, meg továbbiakat csinálni. Köszönöm, nézzetek, nevem Gál Balázs a Tech2-től, itt Las Vegasban, legközelebbi ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornákra.